mindenkit. Sziasztok! Így az angliai estében Beátával és Gáborral fogunk beszélgetni 3,5 éve Anglia. Először is kezdjük azzal, hogy honnan is indultatok, Magyarország, mivel foglalkoztatok, miért pont Anglia? Első körben is üdvözlök mindenkit, sziasztok! Hát szerintem megragadom én a szót, mert én voltam az, aki egyébként így indított az egészet, hogy ki akar jönni Angliába. Nekem egyébként egy tínédzserkori álmom volt az, hogy kijöjjek Angliába. És emlékszem, még mindig visszaemlegetem ezt, hogy jelentett édesanyának, amikor mondtam 14 évesen kávé, hogy hát én ki fogok menni egyébként Angliában, és akkor ugye jön az a duma, hogy jó, hát persze, majd elhiszem azt, hogy te ki fogsz jönni. És hát az idő múlásával se változott meg ez a gondolat bennem, tehát mindenképpen én ki akartam jönni. Egyre több ismerősöm jött ki Angliába, és velük vettem fel a kapcsolatot, hogy figyeljetek, tudtok-e nekem segíteni, ki akarok jönni. És ezt csináltam körülbelül 2 éven keresztül, sikertelenül, és utána volt egy nagyon nagy lehetőségem, hogy a BMW-nek az egyik vezető embere jött le Budapestre interjúztatni, hogy embereket keresnek ide Angliába, Oxford mellé dolgozni a gyárukba, én pedig úgy voltam vele, hogy miért is nem akarnék kijönni. Megragadtam az alkalmat, felmentem interjúztatni a saját kis tudásommal így előadva, és 20 emberből 5 ember tudott kijönni. Szerencsések közé tartoztam én is, és így jöttem ki 2015 áprilisában, illetve Magyarországon pedig eddig biztonsági őrként dolgoztam a kormánynál. Milyen szintű angol nyelvtudásod volt ekkor? Nagyon-nagyon-nagyon minimális, mert alapvetően egyébként én 13 éven keresztül az iskolában végig németet tanultam, a középiskolában is németet tanultam, a vendéglátói technikumomat is németül tettem le, szóval semmilyen angol tudásom nem volt. Az az alapvető, amit úgy a internetről szedtem össze, amit így a videójáték világából ragadt rám, de egyébként mindig is azt a mai napig azt mondom, hogy kb. Úgy jöttem ki, hogy yes, no, Coca-Cola, és ennyi volt így a tudás, amikor így jöttem. Az igen, akkor volt Merced, és azért ez kell ugye egy hozzáállás is, hogy az ember hogy vág neki ennek a dolognak. Maga az interjún okozott a nehézséget a nyelvtudás hiánya? Az nagyon vicces volt, mert ugye alapvetően úgy kellett interjúznunk, hogy angolul mindent, és közben megfigyelt minket ugye a vezető, ugye ez a, nem is tudom, hogy mondják ezt a interjúztató, ilyen hátról megfigyelt minket, és úristen, hát nagyon megszólalni, előtt alig beszéltem angolul, eladni magamat, nagyon nehéz volt, nagyon kellemetlen volt, de még így is a jobbak közé tartoztam. Tehát már mint, hogy akik többet beszéltek, és körbe tudták írni azt, amit akarnak mondani. Egyedül vágtál neki akkor ezek szerint az elején. Így van, a legelején igen. De közben egyébként előtte már megismerkedtem, tehát mire erre az interjúra került sor, ez idő alatt közben már Beátával ugye megismerkedtem, és akkor összejöttünk. És amikor felhoztad ezt a dolgot, hogy akkor Anglia, Beáta, te mit szóltál ehhez? Nem tudom, nekem ez olyan volt mindig az Anglia, hogy ez ilyen álomvilág. Az Anglia az a minden jó, minden szép, és hogy én nem vagyok jó annyira ahhoz, hogy én ki tudjak jutni oda. Nekem mindig ez az ilyen álom volt. Aztán Gábornak ez nem, tehát Gábor ő ezt elhatározta, hogy ő megy kifele. Én meg így, úristen, Anglia, meg biztos, aztán így, hát nagyon izgultam egyébként, piszkosul izgultam, de tényleg egyébként, tehát nem is gondoltam volna sosem, hogy én ideként fogok élni, vagy dolgozni egyáltalán. Neked milyen volt az angol nyelvtudásod, amikor elindultál Angliába? Nekem jó volt, mert tehát én egyébként úgy jöttem ki, hogy én, ahogy befejeztem az érettségit, én azonnal jöttem ki le. 2 hétre rá, körülbelül. Mert ugye akkor már kim volt Gábor, és akkor jöttem utána, tehát akkor már adott volt, hogy jövök ki. Szerencsére jó volt az angol nyelvtudásom, mert én meg pontosan, hogy olyan 8-10 évig angolt tanultam, és elég magas fokon, magas szinten, és ugye tehát jó tanuló voltam. És tehát én úgy vágtam neki az egésznek, hogy hát én biztosan meg fogom magam tudni értetni. Aztán az első napon elmentünk vásárolni, és volt jeladó, megkérdezte egy kéreget táskát, és én meg ott álltam, és így lestem Gáborra, hogy mit kérdezett? Én nem értettem. Aztán látta Gábor, hogy nagyon el vagyok veszve, és utána ő válaszolt. És utána beszéltünk meg, hogy egyébként ezt kérdezte az eladó, és én meg így le voltam döbbenve, mert ugye én azt hittem, hogy nyilvánvalóan 8-10 évnyi angol tudása, meg tényleg jól ment,
azt hittem, hogy kijövök, és akkor ez így fog menni. De nem. Nem. Nagyon nem. Tehát ég és föld a kettő is, és akkor így nagyon-nagyon megszeppentem. Utána volt az, hogy nem nagyon mertem beszélni egyébként, de aztán pár hónap után belerázódtam. És Gábor, neked hogy alakult? Tehát mi az, ami biztosítva volt, amikor elindultál Anglia felé? Mert ugye megvolt az, hogy felvettek erre a munkahelyre. Tehát mi volt biztosított még ez mellett? Alapvetően nagyon szerencsés voltam ebben, mert nekem nem kellett részt venni ebben a ördögi körbe, amit egyébként minden munkavállalónak el kell indítani a legelején, hogy a nine number-t megszerezni, lakhatást találni, banki adatokat begyűjteni, vagy bankkártyát igényelni, mert ugye körülbelül ez a három dolog így össze is jön. Tehát, hogyha munkahelyet akarsz, akkor legyen bankkártyád, ha bankkártyád akarsz, akkor legyen lakhatásod, illetve munkahelyed, és akkor így nagyon nehéz belecsöppenni ebbe a kis ördögi körbe. Viszont tehát minket már úgy vettek fel, hogy akkor a cég már bérelte a lakást, ugye akkor minket 4-5-en oda beraktak abba a házba, hogy akkor ott fogunk lakni. Ugye a Nine Numbert ezt nekünk elindították azonnal, hogy akkor megszerezhessük, illetve ugye akkor már időpontot is bukoltak nekünk, vagy foglaltak nekünk a HSBC nevezetű banknál, hogy akkor bankkártyát is tudjunk készíteni magunknak. Tehát nagyon-nagyon-nagyon mindent klappolt, meg tudtunk csinálni mindent egy héten belül, és tehát lényegében nem kellett, csak már nem kellett, csak követnem kellett az embereket, és mindent megcsináltak nekünk. Dolgozni. Hogy emlékszel vissza az első napokra, hogy igazán az történt, amit szerettél volna, amit elvártál, vagy pozitív, negatív tapasztalataid voltak, akár az emberekkel, akár a munkaadóval, tehát hogy emlékszel erre vissza? Alapvetően a munkaadó az nagyon flexibilis volt, nagyon rugalmas volt, és tehát őket annyira nem is zavarta az, hogy nem beszélünk annyira angolul, vagy legalábbis kevesebbet beszélünk, mint a többiek. Viszont nagyon nehéz volt, nagyon gyorsan történt minden, mert tényleg úgy volt, hogy mondjuk a munka, tehát az interjú volt hétfőn, meg volt az interjú, és mondjuk nekem már hétvégére ki kellett jönnem Angliával. Tehát körülbelül ennyi idő volt, hogy felfogjam, hogy mi történt körülöttem. Azért az elég kevés idő, de mivel te tudtad már évek óta, hogy neked Anglia az jó lesz, akkor így nem volt gondolkodás, és nekivágtál. Így van, és tényleg az volt, hogy ki is jöttünk el, és volt intézve minden. Akkor volt, amikor kijöttem, a minimálbér volt 6.40 pi óránként, és ezt éreztem egy kicsit lehúzásnak a cég részéről, mert ugye egyébként ez egy közvetítő volt, akin keresztül dolgoztunk a BMW-nek, viszont estében voltunk, 10-12 óráztunk, valami 7 font 20 pennyért. Tehát annak ellenére, hogy éjszakai műszak volt, nagyon nem fizettek meg minket. És ezt éreztem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lehúzásnak. Egyébként maga a munka az nagyon irtózatosan, nagyon nehéz volt. Tényleg ott az emberek, akik oda kerültek, akikkel beszélgettem, mondták, hogy így tegyük fel 10 újoncból, hogyha 1-2 ott maradt hosszabb távra. Mert annyira nehéz, és annyira tényleg kemény fizikai munka. Én is 2 hetet bírtam ott, és elléptem onnan. De emlékszem, hogy amikor voltál a közvetítőnél, ő is azt mondta, hogy használjuk ki ugródeszkának. Így van, és így azt mondta a magyar közvetítő. Egy ugródeszkának tökéletes. Félem, mert segítettek kijutni, segítettek mindent megszerezni, és utána lényegében már arra megyek, amerre akarok, mert nem tudnak megkötni. Említettétek ugye, hogy Beáta később ment ki erről az időszakról, hogy tartottátok a kapcsolatot, hogy nézett ez ki? Igaz, nem volt annyira hosszú idő, de mégse volt ugye annyira kevés. Hát az elég nehéz volt, mert ugye kellett szerezned idekinti szimkártyát, telefont, ugye, hogy tudjuk egyáltalán tartani a kapcsolatot. Én emlékszem, hogy akkor pont tehát én vidéken lakom, és fel kellett utaznunk Pestre, hogy onnan indult a repülő, és egy budapesti barátnőmnél maradtam, és annyira izgatott voltam, amikor megkaptam az első SMS-t Gábortól, hogy ez az életben van, minden rendben van. Aztán utána viszont már, ahogy beilleszkedett a szállásra, utána ott volt már internet, Skype-oltunk. Eleinte nem volt, eleinte egyébként tudom, volt ez egy hétig körülbelül nem kb. Mert úgy volt, hogy ugye van ez a Libre nevezetű telefon cég ideként, akinek a kártyáját vettem meg végül, de tudom, hogy egyébként az első 2 hétben majdnem vagy 60-70 fonttal kellett feltölteni a telefon az internetet, mert ugye mindig folyamatosan beszélgettünk, és ugye az megpörgette lefele ugye a költségeket, és tudom, az első 2 hét az ilyen extra költséggel járt nekünk. De utána egyébként, hogy beköltöztünk, ugye azonnal megrendeltük az internetet, ott 4-en, 5-en,
és akkor ugye pár napon belül már ugye meg is volt a rendes internet, és onnan sok kezdve pedig jött a Skype, és tudunk beszélni, volt minden. Igen. Említetted azt, hogy 2 hétig voltál ezen a munkahelyen, de hogy ők biztosították a szállást. 2 hétig voltál ott, vagy ez hogy volt, hogy vagy utána mentél tovább, hogy kerestél, hogy találtál szállást? Itt megint nagyon-nagyon-nagyon szerencsés voltam abban a helyzetben, hogy az ország, tehát én ugye Oxfordban voltam, ez Nyugat-Anglia, Nyugat-Közép-Anglia, és akkor ugye elkezdtem felvenni kapcsolatokat azokkal az ismerőseimmel, akik egyébként már kint voltak Angliában, hogy figyeljetek, kint vagyok, összefuthatnánk valamikor, és beszéltem akkor az egyik volt osztálytársammal, akik már évekkel előtte kiköltöztek ide Kelet-Angliában, Mildenhall környékére, és mondtam nekik, mondom, rettenetesen rossz ez a munkakörülmény, meg nem hiszem el, meg mondom, hogy ezért jöttem ki, hogy én ezt csináljam, és ő mondta azt, hogy idekint is van egy közvetítő, aki még jobban is fizet, úgyhogy reggeli munkákat kell csinálni, vagy nappali munkákat, és hogyha úgy van, akkor ők tudnak nekem adni szállást 2-3 hétig. És akkor azt mondtam, hogy jó, oké, rendben van, akkor költözök el, és akkor az is olyan volt, hogy pénteken telefonáltam a közvetítőnek, hogy szeretnék akkor munkát vállalni, meg ilyenek, és mondja, hogy az tök jó, mert egyébként most neki van egy munkája, hétfőn kezdhetnék. Úgyhogy én Oxfordban vagyok még pénteken. És akkor így azt mondom, jó, rendben, megoldjuk valahogy. Letettem a telefont, szóltam ismerősnek, hogy figyelj, akkor szerzek egy fuvart, és akkor szombat-vasárnap költözünk. És így is volt, akkor megismert munkatársamnak mondtam azt, hogy kellene egy fuvar, és hát ő is egy jó felárral felszámolva elhozott engem ide Kelet-Angliába. Volt mennyi, egy kis biciklit volt, meg... De hát akkor még egy kis pár nagyon-nagyon-nagyon apró dolgaim voltak, egy bőrön, talán egy bicikli, és lényegében ennyi volt, tehát nem is sok mindent kellett elhozni. És ugye akkor egy hétvég alatt átköltöztem, átpapíroztunk mindent, átírtunk mindent, és hétfőtől akkor egy másik agencynél, az ország másik oldalán már dolgoztam is. Gondolkoztatok esetleg más országban, tehát felvetődött Anglián kívül, vagy ezt így tudatosan tartottátok? Nem gondolkoztam más országban, nem. Talán Németország volt még szóban, de egyáltalán nem komolyan, tehát nem ennyire komolyan, csak úgy felhoztuk. Mi lenne, ha? De angolul beszélt. Neked is jobban tetszett az angol. Jobban szerettem volna az angolt, mint a németet. És akkor ugye evidens volt Anglia. Eltelt ugye akkor az idő, amit külön töltöttetek, amikor kiérkeztél, Beáta, akkor milyen szállás volt, vagy hogy indultatok neki ennek 3,5 évvel ezelőtt így együtt? Nos, hát addigra a Gábor ismételten elköltözött. Igen, letelt az a 2-3 hét ugye, az ismerősnél. Igen, letelt a 2-3 hét, és akkor ugye sürgősen kellett szállást találnunk, vagy hát találnia ugye akkor neki. Nagyon szerencsés volt, mert egyébként... volt egy ilyen stúdió lakás, ugye úgy szóltam, hogy ilyen garzonlakás, tehát lényegében volt egy kisebb szobán, mint most a nappalink van, volt egy konkrétan kamrányi konyha, meg egyébként egy kis fürdő, de meg volt a saját kis helyünk. És árban is akkor jó volt számunkra, nagyon jó volt, mert ugye abban az ára tartalmazta a csekkeket, meg mindent, tehát nekünk nem kellett semmit fizetni, csak éppen az internetet. És mikor kijöttem, szerintem akkor költöztél be, nem tudom, talán 5-6 hete? Előtte 1-2 héttel, igen. De nem sokkal költöztem, amit kijöttél. És akkor ugye én meg azért voltam szerencsés, mert ugye nekem már megvolt a szállás. Megint csak. Azóta ugye elköltöztetek. Hányszor költöztetek azóta? Hát azóta, tehát mióta én kijöttem, én azóta csak egyszer. Igen. Az elején volt ilyen sűrű váltogatás, amíg így megpróbálta szerintem Gábor megtalálni egy megfelelő helyet, de utána nem. Tehát utána onnan Newmarketből elköltöztünk. Ott voltunk 1,5 évet nagyjából, utána én kaptam itt ebben a városban egy jobb állásajánlatot, jobban fizetőt. Ugye nekem azért is volt jobb, hogy költöztünk, mivel ugye én nem vezetek. Gábor viszont vezet, tehát neki egyébként így flexibilis volt ilyen szempontban, hogy hol dolgozik, vagy hol lakik. Úgyhogy akkor költöztünk át ide. Ha már itt tartunk ennél a témánál, beszéljünk most arról, ahol laktok, arról tudnátok-e mesélni, hogy mekkora tömegközlekedéshez mennyire van közel, mennyire élhető, ahol laktok, akár a munka ugye mennyire van közel, és hogy mennyibe kerül, amit béreltek?
Lényegében egyébként ugye Kelet-Angliában Bury St. Edmundsban élünk, előtte ugye Newmarketben, ez egy szomszédos város volt. Kezdjük akkor el csak is Newmarkettel, ahol legalábbisnak éltünk. Newmarketről ugye azt kell tudni, hogy ez Angliának a legöregebb, hogy is mondjam, lóverseny pályái itt vannak, és ugye erre épült ki egy teljes város. És ez is érdekesség, hogy például a magyar csodaló, ugye Overdose is innen kezdte meg a karrierjét, tehát ő is innen került ki. Alapvetően nagyon szép város, viszont, tehát ugye mivel nagyon sok a lovarda, nagyon sok az arab hercegség, az olajsejkek itt, a tehetősebb emberek, ez nagyon érződik egyébként a városon. Tehát ugye, hogy az angolok szokták mondani, nagyon posh az érzet, ilyen nagyon úrias az érzés, és én nem éreztem speciál jól magamat ott, már csak azért sem, mert én félek a lovaktól, és ott pedig elég rengeteg sok ló volt. Utána, hogy átköltöztünk ide Bury St. Edmundba, ez hát mondhatni egy egyetemváros, mondhatom. Tehát egyébként egyetemben szemben lakunk. Igen, is, meg nem is. Igen, is, meg nem is. Sok minden van. Tehát itt nem csak egy adott dologról van szó, hanem például ott van az egyetem. Nagyon jó egyeteme van, tehát itt a környéken eléggé híres. Aztán ugye tehát rengeteg cukorgyár, sörgyár, ilyen nagyobb helyek, amik megint csak országosan ismertek. Annak úgyhogy, ja, egyébként. Tehát jóval nagyobb város, mint ahol az előzőleg laktunk. Nagyjából népességben nem tudnám megmondani. Nagyon, tehát Bury szinten nagyon nagy. De úgyhogy számszerűen nem tudnám megmondani. 150 ezer lélekszám körül mozog. Igen, ilyet nézzük is múltra a Wikipédián. Alapvetően egyébként szerintem sokkal barátiabbak itt az emberek, mint Newmarketben voltak, sokkal vidámabbak, sokkal mosolygósabbak, illetve egyébként sokkal több fesztivál is van itt szerintem Newmarketben, mint nagyon sok rendezvény. Mint Newmarketben volt. Meg ugye itt van a város szívében egy hatalmas park, ugye, ami a neve az Abbey Garden. Ez egy régebbi kastélynak a parkja volt, és ugye ezt alakították át egy ilyen nagyon szép parkra, amit meg lehet látogatni bármikor. Ja, tehát közlekedés szempontjából meg túl sok mindent nem nagyon tudok mondani, mert tehát annyira nem szoktunk tömegközlekedni igazából. Tehát ugye Angliában az a szép, hogy a kocsik azok olcsóak, és a kocsik azok egy mindennapi használati eszközök. Tehát itt szinte minden embernek van kocsija, mert nem drágák, nem drága fenntartani, minimálbérből sem, és így sokkal kényelmesebb, meg sokkal flexibilisebb is, pláne, hogyha valaki szeretne ugye másik városban dolgozni, akkor sokkal kényelmesebb, hogy nem kell mindig a buszra várni. De egyébként én, ha még nem költöztünk át, de már elkezdtem itt dolgozni, akkor használtam a tömegközlekedést, nekem semmi gondom nem volt, tehát igazából itt, hogyha már van egy 5 perces késés, az már kiveri a biztosítékot, tehát nagyon-nagyon próbálnak pontosak lenni. Én úgy gondolom, hogy magyarországi viszonylathoz képest modernebbek egyébként a tömegközlekedési eszközök. Utak is sokkal-sokkal jobbak. Nagyjából annyit tudnék elmondani a közlekedésre. És akkor ugye jöhetnek a számok, ami mi kérdés ja, volt. Ja, igen. Ugye alapvetően akkor visszatérve a garzonlakás, ugye az 475 fontért béreltük, ez tartalmazta ugye a vízet, az áramot, és ugye erre jött még nekünk ugyanúgy a council tax, azt fizetnünk kellett utána, és az internet még, ami rájött, tehát lényegében ilyen 550 font környékére kijött minden. Úgy ugye, hogy akkor ugyanúgy minimálbéren voltunk, tehát minimálbért keresünk ugyanúgy, ez akkor ugye nekem volt 640 be, akkor még úgy jött ki, hogy nem töltött többet, tehát hogy is van, 21 év alatt voltál, és ebből fakadóan neked a minimálbéred volt valami 4,95? Nagyon minimális volt, igen, nagyon-nagyon-nagyon kevés volt, de ugye tehát akkor is ilyenkor is visszaszámolva én keresem kb. 1000 fontot, de a keresett kb. 800-900 fontot, tehát közel 2000 fontot keresünk úgy, hogy lényegében 550 fontból kifizettünk mindent, amit kellett, utána megvettük magunknak az élelmiszert, amit kellett, és mi mindig ott voltunk, hogy van nagyjából egy olyan 1000 font csak magunkra, arra, amire szeretnénk költeni. Ja. És ugye nyilván ebben meg bele is fért a kocsi, és vettünk is kocsit. Itt viszont hát most fizettünk jelenleg egy másfél szobás lakásért, plusz ugye nagy nappali,
Szép tágas lakás. Egyébként azért fizetünk 660 fontot, ugye, amiben nem tartalmazza a csekköket, meg semmi egyebet. Nagyon közel van a városközpont, tehát ugye én a városközpontban dolgozom, és 10 percre van, tehát hogyha, ha sietek 8 percre, az simán beérek. Kb. Ez kényelmes. Elég sűrűn szokott lenni, hogy sietek. És tehát tényleg nagyon közel van, szép környék, csendes környék, és hát igen, ennyi lényegében. Igen, és ugye közben ez idő alatt, mire eljutottunk erre a szintre, ugye most be a már 10 font felett keres per óra, én pedig ugye, hogy most már magánvállalkozó vagyok, hát ez nem is olyan, hát hogy nyilván be. Hogy én nagyjából, hogy tudod dolgozni, de egy ilyen havi 2000 font felett jó van. De teljesen attól függ, hogy éppen hogy vállalok munkát, mit vállalok be. Aki vállalkozó, az tudja, hogy zajlik ez. Igen. Említetted be, hogy ebbe az összegben nincsen benne, ez csak tulajdonképpen a bérlés. Körülbelül mennyi az, amit tényleg költötök akkor az internet, az adó, a közüzemi számlák és maga a bérleti díjjal együtt? Körülbelül ez havonta mennyire jön ki? Én mondanék, egy ilyen 900 és 1000 font körül. Gyors fejszámolok, igen. Igen, szerintem ott körül van. Ott igen. Körül. Mert ugye most nekünk is az van, hogy nekünk a kánszéltaxunk 125 font. Igen. Akkor az áram az volt 40, de aztán utána kellett korrigálni, ez most 110 font. Akkor az már 850 font környékén vagyunk, plusz jön a víz 3 havonta. Igen, de az nem egy nagy összeg. Az egy 30 font kb. Havonta. Legyába. Tehát olyan 1000 font környékére, igen, nagyjából kijön. Ugye úgy, hogy ketten kb. Egy ilyen 3000-3500 fontot szoktunk minimum hazahozni havonta. Tehát azért még így is mellette elég sokat tudunk félre rakni. Beáta, neked milyen volt a munkakeresés, a munkalehetőségek fiatalként kiérkezni Angliába? Hogy volt ez? Tehát mennyire volt könnyű munkát találni, vagy egyáltalán milyen munkát kaptál először? Ez nagyon jó kérdés, mert tehát ugye Gábornak adott volt mindig a munka, neki nem kellett keresnie. Ez kicsit viccesen hangzik, de ez így van. Viszont én ugye kijöttem, és így az volt, hogy ugye vannak ilyen munkaügyi központok, ugye Job Center, és én azt hittem, hogy az a hasonló, mint odahaza vannak, úgyhogy én bementem oda, és mondtam, hogy én szeretném munkát keresni. És abból volt egy félreértés, mert azt hitték, hogy én miért is jöttem? Támogatásért jöttem. Segít szeretnék. Aztán így nem értettem, és akkor magyarázták, hogy nekem online kell menniek fel az oldalukra, és akkor majd ott fogok keresni munkát. És akkor onnantól kezdve elkezdtem keresni online munkát. Vártam a válaszokat, hogy én elvártam volna, hogy ilyen pár napon belül szólnak. És akkor ugye eltelt 2 hét, és nem volt munkám. És nem kaptam sehonnan választ. És akkor rájöttem, hogy jó, ez sem lesz így rendben. Aztán sétáltunk a városban, és láttuk, hogy egy-két helyre ki volt rakva, hogy az ablakban, a boldognak az ablakában, hogy keresnek munkát. Tehát egy munkaerőt, pincérnőt, meg ilyesmi. Aztán úgy voltam, hogy jó, hát akkor bemegyek az egyik helyre, és így beadtam pár helyre jelentkezésemet. Aztán az egyik étterembe felvettek, mint pincérnő, és ugye alapfizetéssel. De tehát ez ilyen jó 3-4 hét volt, mire én találtam munkát. Mert ugye nekem nem volt tapasztalatom, éppen érettségiztem, és tényleg oda mentem kis zöldfülőként, és így felvettek. De egyébként szerencsés voltam. És utána hogy alakult a munkád? Erről mesélnél-e? Hát aztán emlékszem, hogy az elején nagyon szerettem volna én is felvenni a rendeléseket az asztalnál. Csak hát utána úgy volt, hogy egy kis hiba, még egy kis hiba, aztán jött egy nagyobb hiba, mert ugye én félreértettem, amit mondtak. Meg nem tudtam pontosan, hogy mit mondtak. Aztán engem beraktam mosogatni. Majd, de egyébként tehát az is munka is, és az is pénz volt, tehát én csak így kicsit vicces volt. Aztán miután már ugye beszélgettem az emberekkel bent, mert egyébként szerencsés voltam, mert mindenkivel angolul kellett, hogy beszéljek, tehát nem volt ott magyar egyáltalán, és így tehát muszáj volt erőltetnem az angolt, és utána amiket tanultam odahaza, és szépen-szépen lassan visszajöttek, előjöttek, és utána már, amikor már volt tapasztalatom, akkor úgy gondoltam, hogy azért ez a fizetés mégsem a legjobb, és akkor keresgéltem más munkát, aztán így, hát így váltottam
két-három munkát, mire értem ehhez a munkához. És aztán is szépen fokozatosan látták az emberek, hogy szorgalmas vagyok, beszéltem akkor már az angolt, megértettem magamat, azzal nem volt gond, és látták, hogy hamar tanulok, aztán amikor látták, hogy szorgalmas vagyok, akkor próbáltak így előléptetni, és hát igen, így fokozatosan így kerültem be, így most vagyok menedzser asszisztensi állásban a Costa kávézónál. Igen, az üzletvezetői. Igen. Vagy üzletvezető helyettes. Igen. Arra hogy emlékszel, hogy volt ugye egy bizonyos szintű angol nyelvtudásod, amire azt gondoltad, hogy az jó, igen. Akkor ugye jött egy kérdés rögtön a boltban, tehát körülbelül mennyi idő volt, mire azt tudtad mondani, hogy magabiztosabb lett az angola, tehát hogy tényleg előjöttek a rég tanult dolgok, tehát hogy most már tényleg az van, hogy akár telefonon is elintézem mindent. Ez körülbelül mennyi idő volt? Hát úgy volt, hogy ugye elkezdtem ott dolgozni az legelső munkahelyemen. Nyilván ott azért intenzíven kellett napi 6-8 órában beszélnem az angolt. Akkor már úgy kezdődött, de még mindig csak így óvatosan, mert nagyon sok hibát vétettem, meg akkor is csak inkább elsőnek szavakat próbáltam mondani, majd utána kezdtem el mondatokat, ami nagyon viccesen hangzik, lenne, hogy körülbelül 8-10 év angol tanulásom volt, tehát tudásom volt mögöttem. De azt, hogy azt mondjam, hogy már a telefonban is megértsek mindent, szerintem egy év kellett minimum. Lehet, hogy egy picit több is. Mert ugye a telefon az szerintem talán egy évvel ezelőttig az a halálom volt. Tehát én nagyon-nagyon nem szerettem a telefonhívásokat, mert ugye nem jó a vonal, félreértések, nem úgy mondanak valamit, vagy ugye van nagyon sok rokonértelmű szó is, meg az valamilyen borzalom volt nekem eddig. És mindig, amikor telefonáltam, akkor én gyomorgörcsön volt, hogy úristen, már megint telefonálnom kellett, nem hiszem el. Nem tudnád te megcsinálni? Igen, mindig igen, így tologattuk a másiknak. Pont ezt akartam mondani, amikor csövöd mindig a telefonod, de haza, akkor vedd már fel te. Nem, én nem veszem fel, vedd fel te. Oké, akkor nem veszük fel, nem lehet olyan fontos. De, hát igen, talán azt tudom mondani, hogy most már egy évvel ezelőttig volt ez, és azóta úgy most már azt mondom, hogy úgy 90%-ban magabiztosan. De még azért néha még mindig elég, hogy muszáj nekem. Gábor, ez nálad hogy alakult? Ez nagyon nehéz volt, mert ugye alapvetően nekem ugye német volt eleinte, ez úgy nekem az akcentusomra nagyon rányomta a bélyegét, tehát nagyon, az elején emlékszem, hogy nagyon durván még kérdezték mindig az angolok, hogy figyelj, te német vagy, tehát Németországból jöttem, mondom, nem, Magyarország, de azt mondja, hogy olyan német akcentusom van. Nekem egyébként, ami nagyon nehéz volt a legelején, és egyébként, amivel biztos vagyok, hogy nagyon sok embernek ugyanígy van, hogy az elején próbáltam mindent magyarul megfogalmazni magamba, azt átfordítani angolra, és így próbálni kommunikálni. Tehát ugye ennek hatására nagyon szép tördeltem így a beszélgetést, illetve egyébként nagyon kevés volt még a szókincsem a legelején. Ez nagyon nehéz volt, tehát nagyon sok vicces dolog is kijött ebből, ugye. Tehát ugye például a legelső héten úgy tudom, amikor megkaptuk a munkanadrágunkat ugye még a BMW-nél, ami nekem nagy volt, és tehát visszamentem az office-ba, az irodában mondani, hogy nekem az nem jössz, ki kéne cserélni ezt a nadrágot, mert ez nagy lesz, és tehát ugye azt kérdeztem meg első körben, hogy ki tudnánk-e cserélni a lábaimat. És akkor így nézek így az irodában, hogy mit? Lábaidat? Mondom, és így mutatok közben így a nadrágra. És innen lesik nekik, hogy én a nadrágomat akartam kicseréltetni, és akkor onnan sok kezdve kinevetett így az egész irodá. De igen, az elejét az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, tehát tényleg ment a tanulás, próbáltam tanulni, próbáltam olvasni, és ugye van ez a ideként a gyerekeknek készült mese, amit ugye pont erre csináltak, hogy lehessen tanulni az angol nyelvet, ez a Peppa Pig nevezetű, nem is tudom, hogy ennek van-e magyar megfelelője, Peppa Malacok talán, nem tudom. Peppa Malac, igen, ennyi. Ezek voltak idegint, ezeket elkezdtem nézni, és ugye ezekből tanultam az alap kifejezéseket, szavakat, mondatokat, és így alakult a későbbiekben a nyelvtudásom. Jártál-e külön tanárhoz bármikor? Próbáltam, volt odahaza egy magyar ismerősem, ő egy angol nyelvész professzor, most már letette a vizsgáját, mondhatom így. Igen. Vele próbálkoztam az elején, de nem volt olyan, és ő is pont azt mondta, hogy
ember, miért akarsz tőlem tanulni Magyarországon, miközben ott vagy kint Angliában, ha nyelvet akarsz tanulni, menjél be a pába, igyál egy sör, beszélgess az angolokkal, és meg fogod tanulni a nyelvet. És akkor kicsit furcsán éreztem én is magam, hogy miért egy angol, vagy egy magyar emberrel beszélek angolul, miközben ott vannak az angol ismerősek, vagy a lengyel ismerősök, akikkel muszáj vagyok angolul beszélni, más sem akkor activities-re elmutatni nekik, hogy mit, hogy merre, hány méter. Fiatalon vágtatok neki, család, barátok, mit szóltak ehhez a döntéshez? Nekem az édesanyám mondta azt, hogy nagyon szeret, és pontosan ebből fakadóan fogja azt mondani, hogy menjünk el Magyarországról, mert sokkal több lehetőségünk van idekint Angliában, ezt én is ugyanígy látom, így visszatekintve egyébként nagyon jó döntésnek tartom azt, hogy kijöttünk. A barátokra visszatérve, hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyre több barátom él már idekint Angliában, mint ugye Magyarországon, mert jönnek kifele folyamatosan, szóval ezzel nincsen probléma. Kapcsolattartás az már a mostani modern technikának köszönhetően nagyon egyszerű. Bármikor tudunk telefonálni ugye az internet segítségével, bármikor ide tudunk ülni és tudjunk beszélgetni egy kamerán keresztül. Persze ez nem ugyanolyan, mint a személyesen itt lennénk, de nagyon megkönnyíti a helyzetünket. Említetted, hogy tartjátok ugye a magyarokkal is kinn a kapcsolatot. Hogy látjátok ti a magyar közösséget Angliában? Itt most beszélhetünk akár Facebook oldalról, vagy akár összetartásról, tehát hogy látjátok ezt a dolgot? Na, ez megint vicces lesz, mert kaptam a legelején, tehát csináltam egy ilyen top 3 tanácsokat, mielőtt kijöttem Angliába. Top 3 tanács az ismerősöktől, akik kint élnek, hogy mik legyenek. Ebből a legelső az volt, hogy kerüljem el Londont, mert nagyon drága, tehát ott meg elkezdeni az idekinti életet nagyon nehéz, nagyon drága, és túl zsúfolt, nagyon, nagyon nehéz munkát, tehát nem nehéz munkát, hanem könnyű munkát találni, csak olyan munkát, ami jól is fizet ahhoz, hogy megfizessük a lakásunkat, vagy csak a szobánkat, azt nagyon nehéz olyat találni. Tehát ugye ez volt az első tipp. A második az, hogy ahogy kijövök, azonnal kezdek barátkozni a lengyelekkel, mert ők vagy mindig tudnak munkát valamerre. És a harmadik, ugye a legszomorúbb számomra, ami volt tanács, hogy kerüljem el a magyarokat. Mert sajnos mi magyarok nem vagyunk olyan nemzet, akik összetartanának, és inkább egymás alá vágunk, mint sem, hogy segítenénk egymásnak. Hála jó égnek, le is kopogom, szerencsére annyi magyarral találkoztam idekint, akik ezt megcáfolták számomra, hogy ez már pedig nem így van. Igen. Van egy hölgy idekint, aki vezet egy ilyen angol csoportot, Facebook csoportot, és szerintem egyébként azt vettem észre, hogy akikkel magyarokkal itt találkoztunk idekint, nekünk hála az égnek nem volt semmilyen rossz élményünk, én úgy gondolom. Nem. Sőt, most már, ahogy egyre többet találkozunk, egyre több barátságot kötünk velük, tehát azért, amikor mondjuk bemegyünk boltban és meghallod a magyar szót, akkor így felcsapod a fejed, hogy kik azok, kik vagytok, igen. Sziasztok, én is magyar vagyok, tök jó, hogy magyarok vagyunk. Vagy amikor ez egy élmény. Vagy amikor halljuk, hogy hirtelen magyarul megszólalnak, de olyan témáról szólnak, amit inkább így, hát ezt most inkább meg sem hallottam, mert olyan jelzővel illettem mondatot, akkor így, oké, okay, én nem vagyok magyar. Azért ez így érdekes ilyen szempontból. Beszéltünk Beátának, hogy a munka dolog az, hogy fejlődött. Gábor, tudjuk, hogy kezdted, hogy 2 hét után hogyan tovább, de most hol tartasz? Hát akkor megint tovább fűzve a történetet, ugye miután átjöttem ide Kelet-Angliában, akkor ugye a agency, ügynökség, igen, tehát az ügynökséggel ugye elkezdtem földeken dolgozni, ugye például cukorrépa földeken kellett gazolni, meg ilyenek, és tehát ott is kiderült azon a szinten, hogy azért amikor én azt hittem, hogy rossz a nyelvtudásom, az relatív egész jó egyébként a lengyelekhez képest, akik a földeken dolgoznak, és ebből fakadóan ugye már később kaptam, nem is tudom, voltam talán 1 hónapot kint a földeken, és utána kaptam már egy olyan lehetőséget, hogy mondjuk mennem kellett egy maggyárba dolgozni, ahol ilyen különböző vetőmagokat kellett becsomagolni, és ott kezdtem már dolgozni. Ekkor ott már majdnem adtak egy szerződést, de végül is nem azt fogadtam el, mert egy időben kaptam egy másik szerződést egy mosodában, ahol ugye gépeket kellett kezelnem, ami már jobb fizetés volt, ami ugye fix fizetés volt számomra, és ugye hétfőtől péntekig kellett dolgoznom, a hétvége fix szabadok voltak, és ez már kicsivel jobban is fizetett, mint az akkori minimálbér.
Szóval ezt megragadtam, és ott voltam egy jó darabig, mindaddig ugye, amikor elértünk addig a pillanatig, amikor át kellett ide költözünk Bury St. Edmundsba, mert ugye párom megkapta ideként, vagy itt a kávézóban a munkahelyet, és akkor döntöttem úgy, hogy akkor mindenképpen nekem is az lenne célszerű, hogyha valahol itt keresnék helyben egy másik munkát. Hála jó égnek találtam egy nagyon-nagyon-nagyon jó munkát. A nevük az Entisztelt, és egy ilyen online webshopnak mondanám, és nekik így a raktárukba kellett dolgoznom. Bejött a rendelés, nekem azt össze kellett tenni egy dobozba, le kellett csomagolni, és a vevőnek pedig feladni. Ennyi volt a dolgom, nagyon egyszerű volt, nagyon jól fizetett, és imádtam azt csinálni mindaddig, amíg nem váltam magánvállalkozóvá, ugye mikor már úgy elkezdtem a saját furgonommal szállítani cégeknek termékeket. Tehát ugye ez nekem úgy néz ki, hogy same day courier vagyok, ami magyarul annyit jelent, hogy aznapi kiszállító, vagy nem tudom, ez elég nyakadtekert mondat volt, de tehát ugye úgy az úgy néz ki, hogy mondjuk a cég megkapja a vevőtől a rendelés, hogy kell neki mondjuk egy paletta vagy két paletta, de még a mai nappal azonnal, akkor ugye a cég engem fel fog hívni azzal, hogy akkor lenne két paletta, amit ide kellene szállítani, és hogy akkor ezt megcsinálnám-e, és mennyiért. Tehát ugye nekem mennyire egyszerű a munkám. Ezt későbbiekben több szolgáltatással is kiszélesítettük. Többek között van ez a Place Courier licenzem, amivel ugye lomtalaníthatom a lakásokat engedéllyel, mert ez engedélyhez van kötve. És most gondolkodunk nagyon a nagyobb furgon megvásárlásával, hogy lakásokat is tudjunk költöztetni. Akkor ezek szerint az angol nyelvtudásod is nagyon kimagasló lett ahhoz képest. Már igen. És akkor ezeket abszolút egyedül bonyolítottál. Tehát a magánvállalkozás lehet úgy mondani, hogy valakivel közösen, hogyha lehet így kérdezni, hogy ezt abszolút mindent te csinálsz egyedül. Alapvetően mindent én csinálok magam, tehát ugye az én nevemen van, én vagyok egyedül beregisztrálva ebbe a vállalkozásba, de egyértelműen itt van a főnökem mellettem, és ő segít mindenben, ugye adminisztráció, megrendelővel ugye egyeztetni időpontot, amikor dolgozok, akkor ugye ő egyeztet további munkákat számomra, és ez tényleg nagyon egyszerű, és akkor csak már nem kell pontról pontra felvenni a munkákat, és nem is kell azon agyalnom, hogy akkor mi lesz a következő lépés. Magánvállalkozóként Angliában, hogy látod a vállalkozói életet Angliában? Erre volt az egyik angol ismerősömnek egy nagyon-nagyon-nagyon jó kifejezése, amikor mondta az, hogy ideként csak a buta ember nem indít saját vállalkozást, mert egyébként ideként tényleg szó szerint az van, hogy ha pénzt akar idekint valaki keresni, akkor csináljon egy vállalkozást abból, amit nagyon szeret csinálni, és meg fog élni belőle. És ez szó szerint tényleg így van, mert magyar viszonyokhoz képest nagyon, de nagyon-nagyon-nagyon le van egyszerűsítve az, amit itt szükséges ahhoz, hogy magánvállalkozóként regisztráljunk. Tehát ugye odahaza be kellett menni a NAV-hoz, az APEC-hoz, nem is tudom pontosan, hogy még hova kellett így végigjárni nagyon sok mindent, és ugye elég nagy költségek merültek fel már úgy, hogy még ugye nem is kezdtem bele magába a vállalkozásba, még ugye ideként pedig még fordul a kocka, mert ideként úgy van, hogy akár online interneten keresztül beregisztrálom a nevemet, én innestől magánvállalkozó vagyok, az első 3 évben lényegében nem is kéne, hogy be is regisztráljam magam, ugye van egy ilyen határ, de ugye ezt mi ezt beregisztráltuk, megcsináltuk, és innestől kezdve egyébként el kellett kezdenem dolgozni. Milyen költségekkel jár ez, milyen vonzatokkal jár egy vállalkozás, magánvállalkozás Angliában? Mit tudnál erről mondani? Alapvetően azt hiszem, a regisztráció során volt egy ilyen adminisztrációs felszámolás, charge vagy díj, vagy nem is tudom, hogy ez mi volt. Ez egy ilyen 15 font volt akkor, amit ki kellett fizetni, szóval ez nagyon minimális volt. Ugye, és ugye mellette megnyitottuk a vállalkozói számlánkat a banknál, úgy, hogy elkülönítsük azt, amit a vállalkozással keresünk. Erre a bank is adott nekünk egy nagyon kedvezményes felhasználási lehetőséget, hogy az első évben egyáltalán nem is kell semmit se fizetnünk, majd az elkövetkező időszakban is pedig azt hiszem 5 fontot kell fizetnünk havonta ugye a számla fenntartásához, illetve a későbbiekben egy jóval nagyobb összeg esetén kell majd azt hiszem az összeg mindent, tehát hogyha túllépem azt az összeget, akkor a túllépett összegnek az 1%-ával fogják megterhelni. Tehát az is nagyon-nagyon minimális. Állam felé milyen költségek vannak? Állam felé ugye nekem fizetni kell a 9 number-ömet, ez azt hiszem odahaza a TB-nek felelne meg,
ha jól mondom, azt hiszem, fizetnem kell majd a taxot, az adót, de ugye ezt ugye nekem nem minden hónapban fizetem ki, mint egy átlagos dolgozó, hanem nekem minden év januárjában ki kell fizetnem az adómat, illetve ezzel együtt ez a nine number-ömet. Ebből fakadom, mivel magánvállalkozó vagyok, nekem kettő különböző nine number-öm van, egy nine number 2 és egy nine number 4-em, ami 800 font bevétel esetén ilyen terhel jobban. És ennyi. Nagyon sokan ugye Magyarországon azt mondják, hogy nem rossz a vállalkozás, de ugye vállalkozóként lehet, hogy sokkal többet dolgozik az ember és keményebben, mint egy olyan valaki, aki napi 8 órában ugye például irodai munkát vállal, elmegy reggel, és ugye leteszi a tollat délután. Hogy alakult ez nálad, Gábor? Én is ugyanígy voltam. Én pont ezt mondják a többiek, hogy hú, milyen keményen dolgozok, mert hogyha kell, akkor most 7 napból 7 napot dolgozok, látásról vakulásig, reggeltől éjszakáig. És még kérdezik azt, hogy miért csinálom ezt. És én mindig azt mondom, hogy pont azért csinálom ezt, mert nem fogok más embernek dolgozni azért, hogy őt tegyem gazdaggá, ahelyett, hogy azért dolgozok, hogy magam váljak úgymond tehetősebbé. Illetve mindig is azt mondtam, hogy én túl lusta vagyok ahhoz, hogy másnak dolgozzak, és most inkább keményebben dolgozok magamnak, hogy később más dolgozzon ugyanúgy nekem, mint ahogy én tettem annó. Tehát akkor szereted ezt a dolgot, és akkor tudsz ehhez alkalmazkodni, és mind a ketten ugye így érítetek az életeteket, hogy ki tudja, hogy neked mikor van így munkád. Hát igen. Lényegében igen. Bár mondjuk ez inkább úgy néz ki, hogy most már mikor lesz szabad időm, mert tényleg az van, hogy nagyon, nagyon folyamatosan végigben vagyunk. Igen, le vagyunk kötve időben. Ami viszont érdekes kérdésem lenne, az elsődleges az, hogy nagyon sok emberben ugye tévhit vagy nem tévhit, nektek mi a tapasztalatotok, elsős Anglia? Nem. És talán. Változó, inkább mondjuk így. Ez a legegyszerű. Mert ugye, tehát most például visszagondolunk erre a nyár, ami most volt. Ez például azt jelenti, hogy nálunk az elmúlt, volt egy olyan időszak, hogy azt hiszem májusban esküdött a herceg. Valahogy úgy májusban esküdött a herceg, és onnastól kezdve egyébként 3 hónapon keresztül egy csepp eső nem esett végig, ja. És ugye pont ezen panaszkodott már mindenki, hogy nem hiszi el, hogy egyszerűen nem bír lehűlni az idő, mert egy szem eső nem esik, de viszont utána, hogy elkezdett esni az eső, onnastól kezdve pedig még most is esik szinte, tehát még most is be van borulva. De egyébként annyira nem, mint amennyire mi azt gondoltuk, igen, hogy az lesz. Igen. Tehát az viszont nagyon sűrűn előfordul, hogy kinézzük az ablakon, milyen szép napos idő van. Aztán fél óra múlva elkészülünk minden, besétálunk a városba, és így akkora már szépen beállt a felhőzet. Igen. És mire beérsz a városba, addigra bőrigázol, mert annyira leszakadt az ég. Aztán rá egy órára megint szépen süt a nap, nincsen semmi gond, aztán megint egy 2 órára rá elkezd szakadni az eső, mint a déjà vu. Igen, ez ilyen nagyon változó. Nagyon változó. De hát erre fel lehet készülni, az ember fog ugye egy kis esőkabátot viszni magával. Igen, az volt az első dolog, amikor kiköltöztünk. Lenne abban az évben nagyon sokszor volt ez, hogy esett az nap, meg nem is esett. Aztán megint esett, aztán megint nem. És volt úgy, hogy 4 órára raktunk akkor is a városközponttól, és kiléptem az ajtón, nagyon szép napos idő volt. Mire beértem, 4 óra alatt bőrigáztam. Tényleg bőrigáztam, és akkor onnantól kezdve annak az a kis összecsukható események, de azt mindig magamnál tartottam, mondom, nem árt, biztosan kelleni fog. Viszont ugye pedig klímában én nagyon szeretem a húját. Ennyire jó helyen még nem éltem, mert tényleg az van, hogy lényegében teljesen mindegy, hogy tél van, ősz van, nyár van, mert mindig általában egy ilyen 10 és 20-22 fok közé esik a hőmérséklet, csak ugye páratartalom meg a hőmérséklet más. Tehát mint hogy ugye télen inkább nagyon be van borulva, inkább szeles, inkább az a ködös nyálkás időszak van, még nyáron majdnem ugyanaz, csak száraz. Végül is. Tudnátok a 3 olyan dolgot mondani, ami nem tetszik Angliában, bármivel kapcsolatos lát? 3 olyan dolgot, ami nem tetszik? A közlekedő emberek, hogy mondjuk így. Hát, de még ez mindenhol van. Hát igen, igen, de itt valahogy, jó, mondjuk én egyébként nem vezetek, tehát én nem beszéljek, de egyébként azt tudom, hogy szerintem, mivel nagyon könnyű idekint megszerezni jogosítvány, ezért elég sok orosz sofőr. Hogy csak úgy mondjuk ezzel, de én csak ezt vettem észre.
Gondolkodok nagyon, hogy mi az, amit tudnék mondani. De ez sem egy olyan dolog, mi az, ami rossz? Ami így igazán. Jó, mondjuk persze az étel, az nem olyan. Tehát ugye hozzászoktunk ahhoz, ami Magyarországon van, és azután, miután kijöttünk ide, és láttuk azt, hogy lényegében, tehát amikor így mondják, hogy hú, mennyire jó, villás angol reggeli, ez tényleg tök jó. De egyébként utána gondolkozik az ember, hogy mi más van még, ami angol kaja, és jó. És így, oké, nincsen más, mert ugye, amit nagyon erőszeretettel nyomnak, ez a fish and chips, ugye ez a hasább burgonya a sült hallal. Így az első 10 alkalommal még nagyon finom volt, de utána már nagyon elkezdtem így becsomolni tőle, és elrótom már tőle. Utána kipróbáltuk még a, mi volt a karácsony puding, vagy yeah. Mi volt? Christmas puding. Hát az megint egy ilyen dolog, amit inkább kihagytam volna az életemből. Ugyanilyen a Marmite. Tehát ezek ilyen inkább hagyjuk. De talán az ételt mondanám még ilyennek. Nem tudom, tehát amúgy nagyon más, nem tudnék más mondani. Nem, mert ugye, tehát szerencsések vagyunk, hogy abból a szempontból, hogy beszéljük az angolt, és tehát barátságot emiatt, tehát nyilván nincsenek meg azok a barátok, akik odahaza vannak. Viszont szerintem könnyű barátságot kérni ideként. Igen. Tehát még azt sem mondanám hátránynak. Második, amit hátránynak mondanék, ez az angol csigavér. Tehát ez engem nagyon-nagyon-nagyon az őrületbe tud kergetni. Tehát, hogyha ha egy szolgáltatás igénybe akarunk venni, tehát tegyük fel, hogyha most internetet akartunk bekötni, hát arra nekünk kellett egy másfél hetet várni, hogy csak kijöjjenek és bekössék az internetet. Mert take it easy. Igen, mert take it easy, mert ráérünk, mert nem hajt annyira tatár minket, hogy most azonnal kimenjük és megcsináljuk. És ugyanezt ezt a mentalitást érzem mindenhol. Ha van egy valami probléma, akkor összegyűlnek az angolok, megbeszélik, hogy mi a probléma, akkor végig gondolják, hogy ezt hogy is lehetne megcsinálni, közben telik az idő. Oké, és aztán mire kitalálnak valamit, akkor arra keresik el valakit, aki meg tudja oldani, és meg fogja csinálni, és így valahogy mindig átolódik az idő. Talán, amit még mondanék, ami egyébként ilyen 3+1, de ez is ilyen, tehát ezek nem olyan óriási dolgok egyébként, hogy mindent úgy csinálnak meg, hogy ez a health and safety-nek jó legyen. Ja, igen. Tehát, hogy mindenre szakember. Nem tudom bekötni a mosógépen, mert hívok egy vízvezeték szerelőt, aki beköti nekem 60-70 fontért, mert én nem tudom bekötni a mosógépen. Mindenre szakember, mindenre. Ezt talán úgy mondanám, hogy nagyon-nagyon betartják a szabályokat az angolok. Hát, talán, ja. Szerintem igen, tehát ugye most mondok valamit, például, hogyha mondjuk most le akarom felsőni az ajtót, akkor azt nem lehet, azt meg kell beszélni. Megengedék erre. Meg le kell papírozni, mert anélkül nem lehet átfesteni egy ajtót. Ez azért, hogy ennyire le kell papírozni mindent. Ezek nem biztos, hogy annyira negatívak. Nem. Ez ugye minket is véd, vice versa. De igazából szerintem ennél rosszabbakat nem hiszem, hogy tudunk mondani. Nem. Ez a ti tapasztalatotok. Így van. Mi az, ami a legjobban hiányzik Magyarországról? Tudtok-e ilyet mondani? Családon kívül természetesen. Hát ezt akartam mondani. Nem. Tehát ugye nem tudom, tehát mi az, ami Magyarországról hiányzik. Nem hiányzik, egyedül egy dolog, most esik el. Tudod, mi hiányzik nekem nagyon? A lakások, a házak. Így van. Mert idekint teljesen más a kívülis az építkezés, és inkább felfelé építkeznek az angolok is, egymás nyakára építkeznek, tehát ilyen nagy sorházakban laknak. És ennek köszönhetően nagyon minimálisak a kertek, nagyon picik, nagyon el vannak dugva, sőt, nincs is, és nekem hiányzik az a családi ház, amint ugye, ami odahaza is van, az a szép nagy ház, egy még nagyobb kerttel, ahol az állatok meg lehetnek, ahol megvan a saját nagyobb kis kertünk, ahol ugye tudunk normálisan zöldségeket, meg ilyeneket nevelni. Ez nincs idekint, és ez nekem nagyon hiányzik. Nekem, ami hiányzik, hogy most elég viccesen fog hangzani, az a jó magyar kenyér. Jó magyar kenyér. De ideként én még nem találtam normális kenyeret. Ideként megvannak azok a toast kenyerek, azt mindenhol lehet találni, az szépen felszeretem, ez a csúcs. De az igazi jó, finom, nagyon ropogós, híjú, nagyon puha bezsinna. Ideként nagyon finom találtam. Nekem az hiányzik. Azt ki lehet hozni. Sok mindenre van megoldás, igen, csak ezek érdekes dolgok, hogy kinek mi hiányzik. Azoknak az embereknek, akik esetleg abban gondolkodnak, hogy akár Angliába szeretnének elindulni most, vagy akár más országba, mit tudnátok tanácsolni? Hogyha esetleg konkrét tanácsotok van Angliával kapcsolatban, az is ugyanúgy szóba jöhet, vagy hogyha általánosságban, hogy mire figyeljenek oda, mi fontos itt, akár a ti jó és rossz tapasztalataitokból kiindulva?
Alapvetően a legelső, amit az egyik ismerősünkön láttuk azt, mikor kijöttek, hogy a legelején, amíg nem fix a munkahelyen, ne kezdjenek el nagyon-nagyon-nagyon gyorsan költekezni, hogy neki kell új ruha, hogy neki kell bicikli, hogy neki kell kocsi, hogy neki ez kell, meg az kell, meg ezt akarják kipróbálni, meg ezt akarják látni, és hirtelen csinálnak egy nagy nyaralás idekint Angliába, éppen, hogy csak kijöttek. Ez lenne a legelején a legfontosabb, hogy tényleg minden kiadást megfogni, hogy később legyen miből dolgozni, illetve hát alapvetően mi más tudnál még mondani? Szerintem, amiket így általánosítani is tudunk, nem csak Angliára nézve, tehát, hogy legelsőnek, hogy amit mondtunk Londonnal kapcsolatban, azt megint rá lehet húzni mindenre. Igen. Bárhova mennek, szerintem, tehát, hogyha szeretnének ott is maradni, nem csak kilátogatni, aztán menni haza, és szeretnének szép összegeket esetleg összegyűjteni, akkor mindenképpen keressenek, tehát olyan helyre menjenek, ami nem mondjuk a legleges, legnagyobb város mondjuk abban az országban, tehát egy kisvárosban menjenek. Esetleg, amit a másként még tudnék mondani, hogy elsőnek mindegy, hogy hol, csak legyen szállás. Utána, hogyha van egy állásod, aztán tudsz váltani pár hónap múlva egy jobb állásra, akkor már tudsz egy jobb lakást is találni. Szépen fel lehet építeni. Igen. Tehát így szépen lassan. Tehát persze egy nagyon nagy visszaesés, hogyha mondjuk valaki olyan helyre jött, hogy akár Magyarországon ott volt neki, akár szülőknél lakott, akár mondjuk albérletben, és meg volt neki a két szobás albérlete, nagy szép tágas volt, itt viszont csak egy szobát fog tudni bérelni. De valahol el kell kezdeni. Valamint azt szeretném még szerintem el hozzáfűzni, hogy amit láttam én is ismerősen, amikor kijöttek, nagyon-nagyon-nagyon nagy sok volt nekik az, hogy nyilván nem az anyanyelvükön kellett, hogy beszéljenek. Viszont, hogyha ezen túl tudnak jutni, akkor meg szerintem igazából nincs miről beszélni, hogyha túl tudnak jutni, és tudnak munkát találni. Ha már van akkor a nyelvtudás, akkor tudnak munkát találni, azért az is jelent valami. Tehát szerintem az is egy nagyon-nagyon nagy dolog. Illetve most pont magam ellen fogok beszélni, mert az előbb azt mondtam, hogy ne költsenek sokat. Viszont ugye, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon olcsó kocsit mindenképpen érdemes már a legelején megvenni. Már csak azért is, mert nagyon sokszor, tehát hogyha kiköltözik valaki mondjuk egy kisebb városba, viszont mellett egy nagyobb városba fog találni munkahelyet, akkor sokkal egyszerűbben meg fogja kapni azt a munkahelyet, hogyha látja azt a munkáltató is, hogy sokkal flexibilisebb ezáltal, hogy neki van saját autója. És nem kell buszra várni. Így van, és bármikor be tud jönni, vagy bármikor el tud menni. Viszont ugye ideként, tehát most mondok valamit, hogyha 1000-1200 font a minimálbér, akkor már egy 200-300 fontért, nem mondom, hogy a legjobb, de egy alapkocsit fel meg tud vásárolni. Ami még megy, és munkával tud vele járni. A célra megfelelően. Így van. Illetve még az előbb akartam valamit mondani, amit nagyon elfelejtettem. Igen, meg is van, hogy nem szabad már a legelején az első problémák után azon gondolkodni, hogy haza akarok menni Magyarországra, meg hogy ez így nekem nem jó, hanem hogyha már valaki itt van kint tényleg, és tehát eljutott ideig, hogy már megvan a munkahelye és dolgozik, akkor nem szabad az első problémánál feladni, mert valahogy mindig lesz, és inkább menjen rossz irányba az élete, mert akkor tud kormányozni, még a jó irányba is, mintsem, hogy kijöjjön, meglássa, hogy probléma, azt mondja, hogy ez így rossz ez az egész, ahogy van, és inkább hazamegyek Magyarországra, mert ez így nem jó. Ezt ne csinálja. Valamint még egy dolog eszembe jutott, bocsánat, ezt így egy-két dologról tovább fűzzük. Szuper. Hogy elfelejtettem hirtelen, hogy mit akartam mondani. Rendben van, mi is ez? Ja, igen. Ne számolják át, hogy mi mennyibe kerül. Magyarországon, és hogy vagy, igen. Mert arányaiban nem ugyanaz. Nem. Arányaiban lehet, hogy a kenyér itt is ott is 400 forint, átszámolva, viszont nem mindegy, hogy egy órában nem tudom mennyi oda haza most, hogy minden már mondok 1000 forintot keresel, és mondjuk úgy 400 forint a kenyér, vagy ideként, majd megint csak Angliára tudok gondolni. Ha 7 fonttal számolunk minimálbért, az mennyi? 3100, igaz? Na, hát kb. Mondjuk 2500-3000 forint, és akkor már mindjárt az van, hogy olcsó. Nem szabad így viszonylagatni, meg átszámolgatni, hogy hát ez magyar forintban mennyi is lenne, mert nem forintban keresel, így van. Hanem fontban, tehát ahhoz kell alkalmazkodni.
el kell engedni. Igen. Meg van, tehát még abból is kaptam egy olyan visszajelzést, amikor mondják, hogy hát, hogy ő nem érzi itt jól magát, mert hogy ő csak vendég, és hogy ő haza akar menni, mert otthon érzi jól magát. Ez teljesen így van. Tehát, hogy kijössz egy teljesen más országba, vagy másik kultúrába, akkor ne várd el azt, hogy téged úgy kezeljenek, mint egy angolt, egy aki ide született, mert nem ide születtél. Tehát te más vagy, te más kultúrából jöttél. Te úgy, ahogy mondtad, te az elején csak vendég vagy itt, és későbbiekben egyébként változni fog egyébként az embereknek a hozzáállása az emberekhez, akik kijöttek. Hát ugyanez volt nekünk is, hogy mi is ugye kijöttünk, mi is úgy éreztük egyébként tényleg, hogy tök idegeneknek tart minket nagyon sok ember, viszont későbbiekben ugye, amikor már beilleszkedtünk, volt tapasztalatunk, megtanultunk is jobban beszélni, akkor sokkal egyszerűbben bebírunk illeszkedni egy közösségbe, sokkal könnyebben bebírunk illeszkedni egy munkahelyre, egy csoportba, és innen sok kezdve ugye jön az, hogy akkor már jönnek az angol barátok, külföldi barátok, és már hirtelen nem idegenként fognak minket kezelni, hanem ja, hát, hogy mondjuk ő ennek az angol srácnak az ismerőse, akkor jöjjön velünk, és akkor jól érezzük magunkat. Még egy kérdésem mindenképpen lenne, csak közben a gyerkőc elkezdett visítani, hogy senki ne lepődjön meg. Minden rendben vele. A kérdésem az lenne, hogy tervezitek hosszú távon, tudtok-e Angliában gondolkodni, vagy esetlegesen eltölteni pár évet, és utána mondjuk visszatérni Magyarországra, hogy látjátok ezt most így 3,5 év után? Alapvetően mi úgy jöttünk ide, hogy mi mindenképpen szeretnénk letelepedni idekint Angliába, ugye, ami, és ugye ezzel, ami ehhez tartozik, így ezt végig is venni, tehát 5 év után ugye a rezidensi vagy letelepedési jogot kérni, rá plusz 1 évre akkor megszerezni az angol állampolgárságot, és ez ugye 2-es állampolgárra változni. Nem mondom azt, hogy soha nem fogok hazaköltözni Magyarországra, inkább azt mondanám, hogy ha rajta múlik, akkor nem fogok hazaköltözni Magyarországra, hogyha olyan szituáció alakulna, akkor mindenképpen mennék, de most egyébként ideként van már a vállalkozásunk, ideként tervezik a jövőnket, ide tervezzük a jövendőbeli gyerekeket, szóval nem tervezünk egyáltalán Magyarországra. Nem, meg tehát például én is, amilyen körülmények között éltem annó, tehát én nagyon-nagyon szegény családból jöttem, és tehát csak a megélhetés, csak egy alap megélhetés, egy alapfizetéssel klasszisokkal könnyebb, mint odahaza volt. Ez persze megint csak nekem. És egy idő után az ember megszokja azt a színvonalat, hogy elmegy a boltba, és nem az van, hogy jó, akkor erre van, nem tudom, 10 000 forintom, és meg kell csinálni a bevásárlás. Nem, bemész a boltba, és akkor ez is, ez kell, tehát megvan a bevásárlást, és akkor így mész a boltba körülött, és így, hát ezt is szeretném. Ó, de jó, ezt próbáljuk már ki. Igen. Ó, ez is tök jól néz ki. És mert ezek megengedhető áron vannak a minimálbérhez képest. És nem az van, hogy számolgatni kell is, és agyalni, hogy jössz ki a hónapban. Tehát a megélhetés sokkal jobb, és miért menjünk haza egy már megszokott színvonalból egy bizonytalan színvonalba. Ez egy kicsit, hogy ez így eléggé furcsa, hogy így lenézni Magyarországot. Nem, tehát nem lenézni Magyarországot, hanem tehát mindig azt érezzük, amikor hazamegyünk, odahaza az emberek nagyon pessimisták. Nagyon-nagyon-nagyon negatív gondolataik vannak, nagyon nem úgy látják a dolgokat, mint mondjuk idekint az optimista angolok, és szó szerint egyébként mi azt éreztük, vagy azt tehát, hogy is mondjam, mondjuk úgy, hogy tehát ugye amikor mondjuk általános iskolában, a helyi iskolában így megismerkedünk így az emberekkel, az úgy tök jó, de amikor úgy átmegyünk az épiskolába, akkor hirtelen így megnyílnak előttünk így az ország különböző pontjai, tehát ugye már mondjuk más megyéből lesznek ismerőseink, az ország más pontjáról lesznek barátaink, és ugyanez az érzés volt nekünk is, amikor kijöttünk Angliába, szó szerint új lehetőségek, új kapuk nyíltak meg előttünk, és most már azt érezzük, hogy lényegében így a világ bármely pontjára el tudnánk költözni, mert megvan rá lehetőségünk, és tudjuk, hogy hogyan látnánk hozzá. Akkor igazán összegezve megtaláltátok a számításaitokat. Igen, teljes mértékben. Jól érzitek magatokat? Igen. Így van. De voltam nehéz időszakok is, és biztos vagyok benne, hogy lesznek is nehéz időszakok. De ez mindenhol megvan. Így van. Nagyon szépen köszöntöm akkor, hogy így
megosztottátok velünk a tapasztalataitokat, és hát majd meglátjátok, hogy az angol nyelvi interjúra mikor kerül sor, ez az egyik, de mindenképpen majd szeretnék akár fél év múlva, akár egy év múlva ismételten egy interjút tartani veletek, hogy hogy alakult az életetek, előrelépések, csalódások, jó és rossz tapasztalatotok. Nagyon szépen köszöntöm, és akkor további szép hétvégét kívánok nektek. Köszönjük szépen, mi is. Köszönöm, sziasztok! Sziasztok!